Veres Péter, én nem mehetek el innen. Én nem mehetek el innen soha, sehova. Nekem nincs útlevelem, nincs gazdag rokonom, nincs pénzes barátom. Millió sárba ragadt paraszt a szomszédom. Ezeknek a sorsa az enyém, s az is marad örökre. Nekem csak térkép a nagyvilág, talán soha se látom Párizst, Rómát, soha se látom Amerikát, sem a déltengeri szigeteket. Barnás folt marad számomra a sziklás, spanyol föld, és zöld folt marad a szibériai sztyeppe. Azt mondta egyszer valaki, úgy mondják, egy görög bölcs. Adj egy szilárd pontot, és kifordítom sarkaiból a világot. Én megtaláltam azt a pontot. Legalábbis önmagam számára. Ez a föld az, amelyen élünk. A szíksós puszta, a ragadós televény, a szaladó homok és a zöldellő dombok földje. Magyarország. S a 10 millió magyar, aki benne él. Hogy szép-e a mi hazánk, szebb-e, mint másoké, nem tudom, nem is keresem. Hogy fegyverrel hódítottuk, vagy munkával szereztük, beköltöztünk-e, vagy a földből nőttünk, mindegy ma már, egyek vagyunk vele. Napunk közös a többiekkel, de a mi csíráinkat is felébreszti. A felhők elszállnak felettünk, de elsőjüktől a mi füveink is nőnek. A mások szép és gazdag földjét én hát nem irigylem. Lábommal bokáig járok a magyar sárba, arcomat kicserzi az éles, pusztai szél, szemeimet kicsire húzza a kemény, sivatagi napfény. Gondjaim lehúznak a földre, vágyaim fölemelnek a felhők fölé. Nincsen más számomra, mint emésztő töprengés, forró vágyak és kemény akarat. Ide kell hoznunk a nagyvilágot, ide kell hoznunk mindent, ami szép, ami jó, ami nemes és amit érdemes. Az íróról, a politikusról tanultunk az iskolában. Tudjuk, hogy mindössze 4 osztályt végzett. Már gyermekként dolgozni kezdett. Volt cselédcsűrhés, kisbojtár, napszámos, részesarató, később vasúti pályamunkás. 1914-től részt vett az alföldi agrárszocialista mozgalmakban. Tagja lett a Földművelő Egyletnek, melynek könyvtárában szerezte meg műveltségének alapjait. De talán kevesen tudják, hogy később az egylet első könyvtárosa volt. Mindent elolvasott, ami a kezébe került. Első írása a Századunk című folyóiratban jelent meg. Ott közölték olvasói levelét. 1930-tól jelentek meg a parasztsággal és a földkérdéssel foglalkozó írásai. Cikkek, tanulmányok, prózai művek mellett verseket is írt. Első jelentős művét, az Alföld parasztsága című szociográfia 2 fejezetét, a Válasz szépirodalmi és társadalompolitikai folyóirat közölte 1934-ben. Ezzel vonta magára írótársai, például Erdei Ferenc, Féja Géza, I. és Gyula figyelmét. A gyepsor elbeszéléseivel és verseivel egyszerűen fontos alakja a népi írók körének. Írásai gyorsan követik egymást. A novellás kötetek, a kisregények, a vitaíratok. A magyar irodalom egyik hangadója. Az akkori politikában is fontos szerepet töltött be. 1947. március 14-től 1948. szeptember 9-ig honvédelmi miniszter. A szocializmus és a magyarság kérdéseivel foglalkozik mind politikai, mind irodalmi tevékenységében. 1950-ben és 1952-ben Kossuth díjat kapott. 1954-től 56-ig az Írószövetség elnöke volt. Ebben a korszakban lett elsősorban író.
De közben sem szűnt meg mindenhez hozzászóló nemzeti bölcs lenni. Irodalomról, kultúráról, időszerű erkölcsi kérdésekről ugyanúgy megvolt a maga véleménye, mint a napi politikai eseményeiről. És ami véleménye volt, azt megmondta, megírta. Ha vitatkozni is kellett olykor vele, amit mondott, az mindig elgondolkodható volt. Sokoldalú munkásságát mindvégig a népben, nemzetben gondolkodni eszmejegyében fejtette ki. Kényes kérdésekről is bátran szólt, példát adott a közéleti elkötelezett írói magatartásról. Hatalmas levelezést folytatott, szinte az egész ország számára Péter bácsi volt. Írótársai találóan nevezték rendkívüli egyénisége miatt egyszer volt embernek. És itt tudnám elmondani, hogy mennyire aktuális napjainkban is az a szemlélet, amit ő képviselt. Amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy halálát követően Veres Péter emlékére több alkalommal szerveztek a népi írók és a magyar értelmiségi létet boncolgató találkozókat. De erről már többször hallhattunk ennél a szobornál. Én inkább egy részletet szeretnék felolvasni Tüskés Tibor Veres Péter hite című írásából. Veres Pétertől származó szövegekből és Veres Péterről szóló dokumentumokból kötetet állítok össze a Napkiadó számára. A munka folyamán Veres Péter időszerűségét mérlegelve, az író munkásságát és emberi alakját érintő különféle kérdésekkel találkoztam. Ezek egyike az író emberképe. A kérdés elemzése egy másik probléma elemzéséhez is elvezetett. Az író hitének vizsgálatát is felvetette. Miben hit Veres Péter? Minden bizonnyal hit önmagában, tehetségében, az írás értelmében, művei maradandóságában. Hit az emberben, a közösségben, a közösség megtartó erejében, hit a magyarság jövőjében. Politikusi hite is volt, hit a parasztságban, a gyökeres társadalmi átalakulás szükségességében. Ha a hit fogalmát ebben a tág értelemben használjuk, Veres Péternek minden bizonnyal volt hite. Én a magam részéről szintén hiszek ezekben az értékekben, ezért számomra Veres Péter ma is időszerű. Köszönöm szépen!